Jó reggelt, sziasztok, Csárpánk vagyok. 2024. november 18 napján ez a kávésüti bitcoin. Nézzük, hogy mi újság ma a bitcoin piacokon. Szórakoztató tartalom, nem befektetési tanácsadás, ezek csak a Csárpánk reggeli dűnyögései. Bitcoin will go to fucking zero. A, a microsecond. Like that. Két fő van, úgyhogy opciós piacon kezdünk. November 22 ei azaz e-7 pénteki lejárat, és megnézzük, hogy mi az a 70%-os valószínűségű volatilitási zóna, amit az opciós piac vár, illetve kijelöl nekünk erre a hétre. 15-ös deltát a put oldalon 86 ezer dollárnál találjuk, és a call oldalon 100 ezer dollárnál, tehát gyakorlatilag erre a hétre az opciós piac a 86 ezer és a 100 ezer dollár közötti 14 ezer dolláros zónát árazza nekünk egy ilyen 70%-os valószínűségű volatilitási zónának, swing örülhetnek, körülhetnek, hiszen ez gyakorlatilag egy több mint 15%-os ármozgást magában foglaló volatilitási zóna. Aki panaszkodik, hogy nincs mozgás a piacon, az ezek után magára vessen. Hogyha ugyanezt megnézzük az Ethereumnak a piacán is, akkor Ethereum itt is elmegyünk a november 22-i lejáratra, és itt azt látjuk, hogy 13-as deltával van a 2900, és itt 16-os deltával a 3400, tehát 2900 és 3400 dollár közötti zóna az, mint egy 70%-os valószínűséggel áraz nekünk péntek lejáratra az opciós piac az Ethereumnak a piacán. Like that bitcoin és konszenziót rendszerkezett. Múlt hét óta jelentős változás nem történt. Hetes idősávon kezdünk, ez még mindig egy 3 per 3 as long 3 as rendszerkezett. A három mozgó átlagunk száguld fölfelé, longos elrendezésben vannak. konszenciókereskedési rendszerben, akik követitek a videóimat, tudjátok, hogy ez egy long 3 as rendszerkezet, ami ezen az idősávon a lehetséges háromból három pozíciónak a fenntartását indokolja nekünk. Szépen emelkedik a forgalom ezzel az impulzív felfelé mozgással. Úgyhogy ez egy teljesen intakt, bikás mozgás, amit most látunk. A közepes mozgóátlagunk az MA7-nek a szintje jelenleg 76 ezer dollárnál van, mindaddig, amíg e fölött látjuk az árfolyamot és az MA3-nak a szintjét, addig a hetes idősávon a három lehetséges kitettségből háromnak a fenntartását indikálja nekünk a konszenció, pozíció, allokációs rendszer. Fucking zero! Három napos bitcoin grafikon, ez is egy 3 x 3 as kitettség indikáció, ugyanúgy egy long 3-as trend szerkezet, felül a rövid mozgó, középen a közepes, alul a leghosszabb mozgó, száguldanak felfelé, a közepes mozgó átlagnak a szintje 81 000 dollár, itt a három napos idősávon ez a 3 x 3 kitettség mindaddig tartható, amíg 81 ezer dollár fölött látjuk a bitcoinnak, illetve az MA3-nak a mozgását. 1 napos bitcoin grafikon a klasszikus értelemben ez nem eresi divergencia, hiszen nincsen lefelé fordulás, nincsen egy könyök, de azt lehet látni, hogy az eresi egy picit azért divergensen mozog itt, elkezdett csökkenni, míg az árfolyam azért szépen. Csordogál felfelé, úgyhogy van valamennyi divergencia. Itt az egynapos idősávon, de hogyha a kereskedési rendszernek a szemszögéből nézzük a piacot, akkor azt lehet látni, hogy ez még mindig egy long hármas rendszerkezet, vagyis napos idősávon a három lehetséges kitettségből háromnak a fenntartását indokolja nekünk. A két rövid mozgó átlag itt 90.000-90.500 dollár magasságában kezd összerendeződni, úgyhogy a következő napokban az fogja eldönteni, itt a napos kitettségünket, hogy mi lesz ezzel a 90.500 dolláros szinttel, amennyiben e fölött tudunk mozogni, illetve fölfelé tud megindulni a bitcoin, akkor tudjuk tartani a jelenleg irányadó 3 x 3 kitettséget, akkor pedig, hogyha innen lefelé indul el az árfolyam, és a két rövid mozgó között megkapjuk a medvés keresztezést, akkor a 3 x 3 ból vissza fogunk térni egy 2 per 3 kitettségbe, és akkor elkezdjük majd azt figyelni, hogy az MA30 min, ami jelenleg itt 76 dollárnál érkezik, az hol találkozhat legközelebb az árfolyammal. Utoljára ilyen minői az azaz mozgó magas mozgó való visszatérés, az itt november 4-én történt, 66 ezer dolláros szintnél, ami pedig azóta történt, az tulajdonképpen történelem. Négy órás swing idősávit azt lehet látni, hogy swing idősávon teljesen kihűlt a piac, a mozgóátlagok ilyen viszintes, teljesen összeszűkült pár száz dolláros mozgással jelzik nekünk, hogy squeeze van a piacon, volatility squeeze, azaz ez az elmúlt időszakot jellemző, nagyon erős momentum és deviáció a magas mozgóátlagtól, ez teljesen kiment a piacból, és itt a miink környékén összerendeződtek a mozgóátlagok és az árakció is az ilyen szkvízek után egy erőteljesebb mozgásra szoktunk számítani. Ez alapvetően azért van, mert amikor a piacból ennyire elfogy a volatilitás, olyankor a rövid távú kereskedők a kis mozgások miatt egyre nagyobb tőkeáttétekkel vesznek fel egyre nagyobb pozíciókat, és ennek az szokott lenni a vége, hogy a piac egy ilyen össze-vissza csapkodással indul el, ugyanis fölfelé és lefelé is először kiveszi a nagy tőkeáttétes kereskedőket, majd utána találja meg az irányát, amerre el fog indulni, alapvetően azt látjuk, hogy itt még a mín fölött vagyunk longos területen, és forgalom is érkezett ezzel a reggeli felfelé szúrással a piacra. Most a kérdés az lesz, hogy ez a felfelé szúrás, ez igazából egy likviditás vadászat volt azelőtt, mielőtt a piac megindulna lefelé is, vagy pedig ez már a tényleges irány, amelyik irányba ki fogunk törni. Azt lehet egyébként látni, hogy azért a hétvégi mozgást elég szépen kitakarította a piac, hiszen ezzel a tegnap esti leszúrással itt alul is összeleszedve a likviditás, most pedig a reggeli mozgással itt fölfele szedte össze a likviditást a piac. Tehát azt lehet mondani, hogy a mini reversion és a squeeze követően a likviditás az le lett vadászva a piacról, és én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon rövid időn belül ennek a konszolidációnak vége lesz, és meg fogjuk kapni a következő érdemi mozgást a bitcoin piacán. Köszönöm szépen a figyelmeteket, ennyit ma reggel röviden a bitcoin piacokról. Remélem, hogy szeretitek ezeket a reggeli videókat, és ezek a segítségetekre vannak abban, hogy egy kicsit jobban átlássátok az árfolyam mozgásokat a bitcoin piacán. Amennyiben ez így van, tartsatok velem holnap is, addig szép napot és jó kereskedést mindenkinek. Sziasztok!